2023. május 6-án királlyá koronázzák III. Károlyt. Az ezt megelőző koronázási ceremóniára 1953. június 2-án került sor, amikor II. Erzsébet királynő fejére került korona hivatalos szertartás kereteiben. A videó első felében a koronázási ceremónia történelmi vonatkozásairól és hagyományairól lesz szó, a második felében pedig arról, hogy nagy valószínűséggel május 6-án III. Károly és Kamilla királyné koronázási ceremóniáján mit láthatunk majd a jelenlegi rendelkezésre álló információk alapján, továbbá az idei koronázás kapcsán egyéb érdekességeket is összegyűjtöttem. Rögtön az elején fontosnak tartom leszögezni, hogy a koronázás egy rítus, egy ünnepség, tulajdonképpen egy formalitás, azonban a trónotodlás az előző uralkodó halálával azonnal és automatikusan megtörténik. A jelen helyzetben III. Károly az édesanyja II. Erzsébet halála napján 2022. szeptember 8-án lépett trónra attól függetlenül, hogy magára a koronázásra csak hónapokkal ezután kerül sor. Szeptember 10-én az Egyesült Királyság és a nemzetközösség több városában is formálisan kikiáltották királynak Károlyt, ami szintén egy ceremoniális jellegű formalitás. És mivel Magyarországon véleményem szerint annyira nem népszerű vagy felkapott a brit királyi család és a monarchia, ezért ebben a videóban elég sok angol kifejezés lesz, főleg a tisztségek, rangok esetében, kiváltképp pedig a katonai kifejezéseket illetőleg, melyeket, ha meg is találtam magyarul, nem vagyok biztos benne, hogy az a helyes vagy hivatalos fordítás. Néhány kifejezésnél, főleg a koronaékszereket illetőleg pedig angolul és magyarul is mondom majd a neveket, ami esetleg akkor lehet még érdekes, ha élőben angolul követnétek majd a ceremóniát, melyre a BBC oldalán lesz lehetőség. A koronázási szertartás a fényűzés és az ünneplés elegye, ugyanakkor ünnepélyes vallási szertartás is, melynek hagyományai lényegében közel 1000 éve változatlanok. 1066 óta a szertartásra a Westminster Abbey-ben kerül sor, melyet a Canterbury-esek celebrál. Magára a koronázásra a modern korban általában néhány hónappal az uralkodó trónra lépését követően kerül sor, a gyászidőszak leteltével, továbbá a ceremónia megszervezéséhez is igen sok idő szükségeltetik. A történelem során viszont inkább a trónutódlás utáni mihamarabbi koronázás volt a jellemző, leginkább azért, mert ezzel is igyekezett az új uralkodó bebiztosítani magát a trónon. Hódító Vilmost például a trónra lépésének napján 1066. december 25-én koronázták meg, II. Heroldot pedig a trónra lépésének másnapján, 1066. január 6-án. Természetesen ellenpélda is volt erre a történelemben, első Edgert például a trónra lépése utáni 14. évben, 973. májusában lett megkoronázva, mely az uralkodása csúcspontját vagy a krisztusi korát volt hivatott jelképezni. A modern kor előtti koronázások gyakran vasárnap vagy valamilyen keresztény ünnepen zajlottak. A koronázási szertartás során az uralkodó leteszi a koronázási esküt, ennek formája, illetve a szövege az évszázadok során változott, II. Erzsébet királynő vállalta, hogy a törvények szerint uralkodik, étgalommal gyakorolja az igazságszolgáltatást, és fenntartja az anglikán egyházat. Az eskü után az uralkodót a Canterbury-esek felkeni, megáldja és megszenteli. Eközben az uralkodó Edward király székében ül, mely 1300-ban készült, és a koronázási szertartások hagyományaihoz tartozik 1626 óta. Miközben az uralkodót felkenik, egy aranyvásznas baldahin tartanak fölé, miután felkenték, az uralkodó felkel a koronázási székből és letérdel elé, miközben az érsek a Deus Dei Filius imát mondja el. Amint ez megvan, az uralkodó visszaül a koronázási székbe, a baldahint elviszik, és megkapja a koronaékszereket az érsektől. Miután az uralkodó megkapja a gömböt és a jogat, az érsek a Szent Edward koronát helyezi az uralkodó fejére, azonban ezt még a szertartás során visszahelyezi az oltára, és a Westminster Abbey-t az Imperial State Crown-nal, magyarul talán birodalmi állami korona a fején hagyja el. Ha csak nem rendelkeznek másként, az uralkodó házastársát is akkor hasonlóan egyszerűbb szertartással koronázzák meg. Amennyiben az uralkodó királynő, ebben az esetben a férjét nem koronázzák meg, és kenik fel a szertartáson. II. Erzsébet koronázásán az érsekek és a püspökök után férje, Fülöp herceg volt az első, aki tiszteletét és hűségét fejezte ki a királynő felé. Legutóbb közös koronázást a VI. György, II. Erzsébet édesapja és felesége, Elizabeth Bowes Lyon, más néven az anyakirályné ceremóniája alkalmával került sor 1937. májusában. Abban az esetben, ha az uralkodó nem házas a koronázásakor, újra házasodik, vagy bármilyen egyéb okból a királyné nem tud részt venni az eseményen, akkor később kerül sor a királyné koronázására egy külön szertartás alkalmával. Az első ilyen különálló királynéi koronázás 1068-ban flandriai Matildé volt, eddig az utolsó 1533-ban Boleynonnáé. Az esküszövege minden valószínűség szerint kisebb módosításokon fog átesni III. Károly esetében, viszont II. Erzsébetét megtaláltam 1953-ból. III. Károly és Kamilla királyné koronázása. A koronázási ceremóniák évezredes hagyományaival ellentétben III. Károly és Kamilla királyné koronázása több módon is eltér majd az eddig megszokottaktól. Az ünnepség egyrészt rövidebb lesz, mint II. Erzsébet királynőjé volt, másrészt pedig a jelenkorunkra is igyekszik majd reflektálni, és az Egyesült Királyság továbbá a nemzetközösség eltérő vallásai, kultúrái és közösségei előtt is tiszteleg majd. II. Erzsébet királynő időskorából kifolyólag Károly koronázását már évek óta tervezték és szervezték, az Operation Golden Orb körülbelül aranygömb művelet kódnév alatt. Ez többek között azt is jelentette, hogy évente legalább egyszer tartottak egy megbeszélést, melyen a kormány, az Anglikán Egyház és a Clarence House képviselői vettek részt. A koronázás megszervezéséért Edward Fitzalan Howard, Norfolk hercege, az Earl Marshal tisztségviselője, továbbá a titkos tanácsadók, Privy Councillors bizottsága felelős. A koronázás dátuma 2023. május 6, melyet tavaly októberben jelentettek be, és a Buckingham palota közleménye szerint elegendő időt akartak hagyni a királynő gyászidőszakára, mielőtt egy ilyen ünnepélyes ceremóniára kerülne sor. Novemberben kiderült, hogy az egyébként szombati napra első koronázáshoz a kormány egy extra nemzeti szünnapot is hozzáadott, az esemény utáni hétfő, azaz május 8-a Bank Holiday lesz az Egyesült Királyságban, és azon a hétvégén több programot is szerveznek a koronázás ünneplése céljából. Tekintve, hogy a koronázás állami eseménynek minősül, így annak költségeit a kormány állja, és ők is határozzák meg a vendégek listáját. A brit királyi család, a brit miniszterelnök, a parlament képviselői, a nemzetközösség kormányainak képviselői, külföldi királyi családok és külföldi államfők vannak a meghívottak listáján. II. Erzsébet királynő koronázásán 8000 résztvevő vendég volt, III. Károlyra 2000-et hívtak meg, melyet részben biztonsági intézkedésekkel, részben pedig a fenntarthatóság iránti törekvéssel magyaráznak. A koronázás hivatalos fotósa Hugo Bernard lesz, aki Károly és Kamilla esküvői fotósa is volt 2005-ben. Április elején megjelent a hivatalos koronázási portréja is a királyi párnak, melyet szintén ő készített, az alkalom pedig a koronázási meghívó leleplezése volt, melyről készítettem videót. A koronázás kapcsán 2023 elején jelent meg a koronázási logó, mely elsődlegesen kék és piros színeket használ, ezzel reflektálva a nemzeti zászló a Union Jack színeire. Ennek tervezője Sir Johnny Ive, aki az Egyesült Királyság négy nemzetének növényvilágát is ábrázolja, a Szent Edward korona körül. Ezek az angol rózsa, a skót bogáncs, a velszi narcisz és az északír lóhere. Emellett nyilvánosságra hoztak egy koronázási lejátszási listát is, ami például Spotify-on érhető el, továbbá gőzerővel készülnek az emléktárgyak is, melyek kapcsán a palota bejelentette, hogy a király és a királyné fényképei és a hozzájuk kötődő egyéb hivatalos jelvények kereskedelmi felhasználására vonatkozó szabályokat enyhítették, ezzel is megkönnyítve az ajándéktárgyak gyártását. Noha Károly koronázását évek óta tervezik, és valószínűleg jó ideje megvan már a persze pontosan lemondott menetrend is, ennek csak bizonyos részleteit hozzák nyilvánosságra. Például jelenleg találgatások vannak arról, hogy Károly valóban katonai egyenruhát fog-e viselni a tradicionális bricses és harisnya helyett, illetve nagy valószínűséggel csak örökösét, Velmos herceget kérték fel arra, hogy formálisan is kifejezze a hódolatát és hűségét a királynak, szemben a történelmi koronázások gyakorlataival. A történelem során egyébként több királyi családtag is megtette ezt. A koronázás napján a király és a királyné a Buckingham palotából a Diamond Jubilee State Coachon, más néven State Coach Britannia hajt a Westminster Abbeybe. Ezt a hintót eredetileg II. Erzsébet 80. születésnapjára készítették volna, ám 8 évvel elhúzódott a befejezés, és a gyémánt jubileum szimbóluma lett. Először 2014. júniusában a parlament ünnepélyes megnyitójára hajtva használták, és azóta is gyakran látni, leginkább állami látogatások alkalmával. A palotával a Westminster Abbeybe tartó út más néven a The King's Procession, magyarul talán a király meneteként lehetne fordítani. A menetútvonal a Buckingham palotától a Mallon át lefelé a Whitehallon és a Parliament Street-en vezet majd pedig a Parliament Square keleti és déli oldalán fognak hajtani. A Westminster Abbeybe vezető út kevésbé lesz fényűző, mint a visszaút, odafelé a Household Cavalry kíséretében utazik majd Károly, melyet a brit hadsereg, a LifeGuards és a Blue and Royals két rangidős ezrede alkot. Visszafelé a Westminster Abbeyből a Buckingham palotába a király és a királyné már a Gold State Coachon hajt, mely egy tömör aranyból készült hintó és 6 úgynevezett Windsor Grey ló húz majd. Ez a menet sokkal nagyobb és ünnepélyesebb lesz, a neve The Coronation Procession, körülbelül koronázási menet, melynek legvégén az uralkodó és a királyi család a Buckingham palota erkélyén is megjelenik majd. Az útvonal megegyezik majd az odavezető úttal, azonban a menethez csatlakoznak majd a nemzetközösség és a brit tengeren túli, továbbá az Egyesült Királyság összes fegyveres erejének képviselői, csak úgy, mint az uralkodó testőrei, a Sovereign's Bodyguard és a Royal Waterman egységei. Eme fegyveres erők tisztelegnek is a király és a királyné előtt. Két 1660 és 1695 között készült pálca az államkardja Sword of State a király érkezése előtt átkerül a Westminster Abbeybe, csak úgy, mint a Sword of Spiritual Justice, kb. Spirituális igazságosság kardja, és a Sword of Temporal Justice, kb. Az ideiglenes igazságosság kardja, a Sword of Mercy, körülbelül az irgalmasság kardja, és végül, de nem utolsó sorban a St. Edward Staff, körülbelül St. Edward botja. Az ünnepséget a Canterbury-esek celebrálja majd, eközben III. Károly Edward király székén fog ülni, mely hitvalló Edward számára készült 1300-ban, hogy az 1296-ban a skótoktól elvett Scone-i követ, Stone of Scone, más néven a végzett kövét vagy a koronázó követ elhelyezzék. Ez a szék az elmúlt időszakban restaurálási és konzerválási munkálatokon esett át, a Scone-i követ pedig tavaly szeptemberben jelentette be az Edinburgh kastély, hogy a koronázást a kölcsönadják Londonnak, a ceremónia után pedig visszakerül Skóciába. A szentolaj ugyanazon a formulán alapszik, melyet 70 éve II. Erzsébetnek készítettek, és III. Theophilus jeruzsálemi pátriárka szentelte fel 2023. március 6-án az anglikán érsek felügyelete alatt. Az olaj egy ampullában lesz, a Canterbury érsek pedig kifejezetten az erre a célra a 12. századból származó koronázási kanalat használja majd a király felkenéséhez. Ez a kanál egyébként a koronázási kellékek közül a legrégebbi, az első rögzített használata 1349-re datálható. Károly ezután kapja meg a sarkantyúkat, spurs, melyek az önzetlenség és a lovagiasság szimbólumai, az állam kardját, State of Swords, melyet az uralkodó elhelyez az oltáron, az armiliszt, aranykardkötők, melyek az ősi lovagiasság és katonai vezetői szerepre utalnak, korábbi koronázások alkalmával pedig az őszintesség és a bölcsesség kardkötőiként is hivatkoztak rájuk. Károly ezután megkapja a gömböt, Sovereign's Orb, mely a keresztény világot jelképezi, aranyból készült és 3 részre van osztva a középkori 3 kontinens hite alapján, és azonnal visszakerül az oltára, miután megkapta Károly. Ezután következik a gyűrű, Sovereign's Ring, mely az uralkodó házasságát szimbolizálja a nemzettel, továbbá a királyi méltóság jelképei zafírokkal és rubinokkal körülvett gyémántok alkotják, a keresztes pálcát, Sovereign's Scepter with Cross, melyen a Kalinan 1-es gyémánt található, és az uralkodó ideiglenes hatalmát jelképezi, és a jobb kezébe adják majd. Végül, de nem utolsó sorban a galambos pálca, Sovereign's Scepter with Dove, mely az uralkodó spirituális szerepét jelképezi, míg a galamb a Szentlélek szimbóluma. A Canterbury érsek felemeli a Szent Edward koronát, elmond egy imát, majd visszateszi az oltára. A Westminster esperese, Dean of Westminster fogja meg a koronát, majd több más egyházi méltósággal a koronázási székhez viszik, ahol átadják a Canterbury érseknek, aki az uralkodó fejére helyezze a koronát. A Szent Edward koronát tavaly decemberben vitték el a Towerból, hogy átalakítsák Károly számára. Ezt a koronát először 1200-ban II. Henrik koronázása kapcsán használták, azonban az eredeti koronát később Oliver Cromwell megsemmisítette, és a jelenlegi 1661-ben készült a helyettesítésére. Károly az Imperial State Crown-t is viseli majd a ceremónia végén. Amint Károly fejére kerül a korona, az uralkodót megkoronázottnak tekintik, a vendégek pedig háromszor elismétlik majd, hogy God Save the King, azaz Isten óvja a királyt. A nemesi címmel rendelkezők ezek után a saját koronáikat a fejükre teszik, a trombiták fanfárokat zengnek, a templomok harangjai pedig teljes királyságban megszólalnak, miközben ágyúlövések visszhangoznak a Towerből és a Hyde Parkból. Ezután imák és énekek hangoznak el, majd pedig az uralkodó felemelkedik a koronázási székből, és elfoglalja a helyét a trónon, ahol fogadja a neki hűséget fogadókat. Kamilla királynét is felkenik majd, megkapja a Queen Consort ringet, vagyis a királyné gyűrűjét, a királyné keresztes pálcáját, Queen Consort Scepter with Cross, és a királyné galambos pálcáját, Queen Consort Sword with Dove. Kamillát Mária királyné koronájával fogják megkoronázni, melyet szintén elszállítottak a Towerből a módosítás céljából. A koronán a Kalinan 3, 4 és 5-ös gyémántokat visszaállítják, melyek II. Erzsébet királynő személyes ékszereinek részei voltak, ezzel is tisztelegve a néhai királynő előtt, továbbá a korona 4 levehető évét eltávolítják. 1727 óta ez lesz az első alkalom, hogy a regnáló uralkodó hitvesét más királyné koronájával koronázzák meg. Erzsébet királyné, vagyis az anya királyné koronájának használatát többek között diplomáciai okokból sem akarták használni, ugyanis az azon lévő úgynevezett koinor gyémánt tulajdonjogára Pakisztán, Afganisztán és India is igényt tart. Legutóbb pedig pont az anya királynét koronázták meg, mint királyi hitvest 1937-ben. Ezek után a királyi pár visszamegy az Abbey-n belül a St. Edward kápolnába, miközben korusének szól, és leveti a koronázási stólát és leplet, a bíborköpenyt lilára cseréli, a Szent Edward koronát és a koronaékszereket pedig az oltára helyezi. A király ekkor veszi fel az Imperial State Crown-t, a kezébe veszi a jogart és a gömböt, majd elhagyja a kápolnát, miközben a himnuszt éneklik a vendégek. Károly koronázásán 4 úgynevezett Page of Honor vesz majd részt. Ez egy tiszteletbeli cím, mely általában a királyi család és a királyi háztartás legmagasabb rangú tagjainak, vagy a nemesség tinédzser fiait érintő tisztség. A koronázások alkalmával pedig az uralkodó köpenyévnek végét tartják. A koronázások alkalmával a múltban elvárás volt, hogy mindenkinek, aki koronaékszereket visz, vagy egyéb magasrangú feladatot lát el, rendelkezzen pageboy-jal. Károlynak 4 ilyen pageboy asszisztál majd, akik György herceg, Vilmos és Katalin legidősebb fia, Lord Oliver Somley Márkiának és Márkinéjának fia, utóbbi egyébként az a rossz Henry, akiről időről időre felröppennek pletykák, hogy Vilmos herceg megcsalta vele Katalint. Nicholas Berkeley, Sarah Troughton, a Lord Lieutenant of Wiltshire címet birtokló hölgy, és egyébként Kamilla királyné barátnőjének unokája, végül pedig Ralph Tolmash, Edward Tolmash brit bankár és arisztokrata fia. Kamilla királynének szintén lesz 4 pageboya, Gus és Luis Lopez, 2 unokája a lánya részéről, Frederick Parker Bowes, a fia részéről unokája, és Arthur Eliot, Kamilla unokaöccsének fia. A koronázási szertartáson pedig természetesen nem a Spotify lejátszási lista fog szólni. Erre az alkalomra Andrew Lloyd Webber komponált egy szimfóniát az egyik bibliai szöveg alapján, Patrick Doyle pedig a koronázási indulót jegyzi. Andrew Neshinga, a Westminster Abbey organistája és a kóristák vezetője, a koronázás zenéjének legfőbb felelőse lesz. A szertartáson Walesül is lesznek hallhatóak liturgiák, ezzel reflektálva Károly korábbi 64 éves walesi hercegi státuszára, továbbá görög ortodox zenét is lehet majd hallani, ezzel is tisztelegve a király édesapja Fülöp herceg előtt. 2000 meghívott vendéget várnak, ebben 450 személy a British Empire Medal tulajdonosa, 400 pedig olyan fiatal, akik valamilyen jótékonysági szervezetben mutattak kimagasló aktivitást. Erről bővebben a koronázási meghívóktól szóló videóban beszéltem is. További meghívottak között van Skócia első minisztere Humza Yousaf, az ausztrál kormányzó és miniszterelnök, a kanadai kormányzó és Justin Trudeau miniszterelnök is. Emmanuel Macron a francia elnök, Olaf Scholz német kancellár, a Fülöp-szigeteki elnök és First Lady, a lengyel elnök, továbbá Jill Biden, amerikai First Lady. Maga a koronázási ceremónia szombaton lesz, azonban egész hétvégén és hétfőn is lesznek programok ennek ünneplésére. A jótékonysági szervezetek kiemelt figyelmet kapnak, továbbá lesznek utcabálok és koncertek is. Utóbbi kapcsán több előadó visszamondta a felkérést, jelenleg Lionel Richie, Kylie és Dani Minogue, Olly Murs és a Take That Robbie Williams nélkül, akik biztosnak tűnnek. A koronázás hivatalos közvetítője a BBC, akik tavaly egyébként díjat nyertek a királynő temetésének közvetítéséért. A BBC ráadásul a szerzői jogokon is lazít a koronázás kapcsán, tehát bárki díjmentesen közvetítheti, jellemzően ugye a vendéglátóipari egységekben. A koronázási előkészületek hegyében pedig a palota bejelentette, hogy a Szent Edward koronát mintázó új emoji is megjelenik, amennyiben a ceremóniához kapcsolódó hashtageket használják az emberek a közösségi médiában. Eddig én egyébként csak Twitteren láttam ezt, de feltehetőleg mindenhol lesz majd ilyen. A koronázási ceremónia menetét illetőleg pedig igyekeztem részletes lenni, viszont maga a rítus egy ennél sokkal hosszabb procedúra, ami természetesen változhat, amennyiben a palota és az uralkodó úgy rendelkezett. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy ez a videó inkább szolgáljon útmutatóul a koronázás előtt, utána pedig már úgy is tudni fogjuk, hogy pontosan hogyan és mi zajlott. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, hogyha még nem tetted. Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem találkozunk a következőben. Szia!